Köszöntöm Önöket, ez itt a Siesta Plus, a Nyíregyházi Televízióban. Maradjanak velünk, hiszen rövidesen majd a Tirpák Fesztiválról beszélgetünk, aztán Szabó Győzővel készült egy interjú, lesz majd Fátum Kupa Nyíregyházán, ezt is érintjük, és természetesen ellátogatunk a Sunshine születésnapjára is, úgyhogy maradjanak velünk. Mindenek előtt két csinos hölgyet köszönhetek itt Májerné Somogyi Hajnalka és Petróni Hisztor Erika személyében, akik felkészültek, hogy elmondják nekünk a részleteket a Tirpák Fesztivállal kapcsolatban. Van bőven program, így ahogy szétnézek, hoztatok bőven plakátot és mindenfélét. Ez ugye 14-15-e, tehát két nap. Mire készüljenek a nyíregyháziak mondjuk a Kossuth téren? Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Így van, Tirpák Fesztivál a Kossuth téren szeptember 14-én, 15-én, tehát a hétvégén nagyon-nagyon sok program van, hiszen az első nap a népi ízek találkozója, itt profi csapatok, illetve vendéglátóegységek mérik össze a főzőtudásukat, tehát a Kossuth téren a külső-belső éven főzőcsapatokkal fognak találkozni a kilátogatók. A második nap, a vasárnap, az pedig a Nyíregyházi Bogrács és Grill Bajnokság. Itt tudni kell azt, hogy elsősorban civil szervezetek, illetve tehát civil szervezetek és különböző amatőr csoportok mérik össze szintén a főzőtudásukat. Színpadi programunk szintén bővelkedik jócskán fellépőkben. Itt először hadd említsem már meg, hogy az 1100 éve Európában, 20 év az Unióban országos programsorozat kapcsolódott az idei év Tirpák Fesztiváljához. Ez a programsorozat a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre, és ezen belül 14 programot hoztak el nekünk a városba, és a városnak, Kossuth térnek a különböző pontjain foglalnak helyet a különböző foglalkozások. Lesznek kézműves foglalkozások, lesznek élőszavas mesemondás, ők a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár előtt fognak helyet foglalni. Ott fognak velük találkozni a kilátogatók. Aztán a Honvédelmi Minisztérium szintén kitelepül különböző tevékenységekkel, szimulátorokkal, robotkutyával. Uh-huh. Ők a Bethlen Gábor utcán foglalnak helyet, tehát a posta előtti téren, illetve a Kálai gyűjteményben is, a levéltárban is lesz ezen programsorozat kapcsán nagyon-nagyon jó szórakozási lehetőség a kilátogatóknak. Meg hát a Váci Mihály Kulturális Központban is. Hogy kapcsolódtatok a Tirpák Fesztiválhoz? Örömmel csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, és négy helyszínen lesznek programjaink. Szeptember 11-én 11 órakor itt a Szabadságtér 9 szám előtti téren a Csoda a tekezetben van, egy interaktív, cirkuszi bemutató játszóház kerül megrendezésre. Lehetőségünk lesz egy kicsit a cirkusz misztikus világába betekinteni, valamint a gyerekeknek kipróbálni ezeket az akrobatikus mutatványokat egészen 14 óra 30-ig. Majd picit komolyabb témával foglalkoznánk, és egy irodalmi beszélgetés kezdődne 14.30-tól Sanctum néven. Juhász Anna moderátor lesz, írónő a vendégünk, aki három nyíregyházi kötődésű művésszel fog beszélgetni. Majd este Csehov egyfelvonásos komédiák című előadását láthatjuk. Szeretném elmondani, hogy minden rendezvény ingyenes, ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. Ez lehet előzetesen itt a Váci Mihály Kulturális Központnak az információs pultján, valamint telefonon, de majd a helyszínen is lehetséges. Úgyhogy várom mindenkit nagy szeretettel ezekre a rendezvényekre, kapcsolódva a Tirpák Fesztiválhoz. Tehát ugye a Tirpák Fesztivál kosutéri programjai nem érnek véget csak a gasztronómiával, mert sokszor ezt emeljük ki, gondolom népies. Színpadi programok nagyon-nagyon fontosak. Tirpák ételek is lesznek. Sztár vendégek, kik lesznek most? Igen. Színpadi programról annyit, hogy a kelet-európai táncok világába tekinthetünk majd bele.
a szombat délelőtt folyamán ők adnak egy 2 óra hosszás néptánc bemutatót, aztán itt a nyíregyházi táncegyüttesek, illetve a díjazott szólisták közös műsora lesz a színpadon. Itt a nyíregyházi nagy táncegyesületeknek láthatják a különböző csoportjait, Szabolcs, aztán a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium is becsatlakozik, tehát tőlük is láthatunk táncosokat, valamint a Honvédelmi Minisztérium jóvoltából a For Dance-es fiúk itt lesznek, illetve az Oli Music Band és a szombatot egy nagy fellépővel, Majkával zárjuk. Uh-huh. Várunk mindenkit sok szeretettel. És ja, jól tudom, akkor lesz még egy sztár vendégetek? Így van, igen, vasárnap, így van pontosan. Vasárnap szintén nem maradunk színpadi programok nélkül. A délelőtt a mára megszokott programsorozatok alapján a városi szervezetek, civil szervezetek fellépő csoportjait láthatjuk. Aztán lesz velünk szintén egy hazai zenekar, a Polip Band, illetve helyi zenekar, a Polip Band, és 3 órától így van Tóth Gabi és a Fricska zenekar fogja a közönséget elkápráztatni. Talán ez tényleg Nyíregyházának az egyik ilyen ünnepe. Most már nagy hagyománnyá vált a Tirpák Fesztivál. Ti mit tapasztaltok ebből? Nagyon várják talán az emberek. Picit olyan őszindító is, bár az időjárás most pont nem ezt sugallja. Milyenek az eddigi visszajelzések? Várják az emberek, tehát itt mindig nagyon-nagyon sok az érdeklődő, nagyon sok a kilátogató. Én emlékszem olyan évre, amikor esett az eső, és esernyővel kint voltak az emberek, tele volt a tér, nem akartuk elhinni, amikor hallottuk, hogy esőzés lesz, uh-huh. Néztünk egymásra, hogy most akkor mi lesz, meg ugye a főzőcsapatok készülnek, tehát ők már a bevásárlást megteszik. Aggódtunk, de aztán utána nagyon szépen láttuk, igen, hogy az eső nem tántorítja el az embereket. Itt még fontos azt megjegyezni, hogy kóstolójegyért lehet majd az ételeket megvásárolni, 500 forint lesz egy darab kóstolójegy, és nyilván minden főzőcsapat saját maga fogja eldönteni, hogy melyik ételért hány kóstolójegyet fognak elkérni, valamint még fontos az, hogy a főszervezőknek az volt a kérésük, hogy akik kijönnek főzőcsapatok, minimum 100 adaggal készüljenek. Uh-huh. Akkor tehát ezért lehet látni a Tirpák Fesztivál idején jó néhány embert ételhordóval, mert hogy bevásárol. Igen. Egyébként okosan csinálják, mert ilyen népi ízeket azért ritkán lehet kóstolni, meg finomságokat, és hát vasárnapi ebéd is tulajdonképpen ki van pipálva. Nektek jellemző egyébként a művelődési központra, hogy egyébként is egy picit, ha kell, akkor a komolyabb oldalát is megfogjátok egy-egy ilyen fesztiválnak? Természetesen, szerintem korábban beszéltünk róla, hogy ezek a kapcsolódó rendezvények, ezek mennyire jók, mert sokkal jobban vonzzák a közönséget. És úgy gondoljuk, hogy az érdeklődés lehet, hogy egy kicsit kiterjedhet a gasztronómiáról, és ahová ugye az érdeklődés nagyobb, oda szerintem oda központosítani más rendezvényeket, az remek. De hogyha az esős időjárásra visszatérhetnék, akkor ajánlhatnék még egy ingyenes mozi programot, pontosan a Tirpák Fesztivál keretein belül, ez is az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat keretén belül egy szerelem rekonstrukciója. Uh-huh. Ez is egy különleges filmvetítés és közönségtalálkozó. Úgyhogy ide is ingyenesen, azon a nap 17 órakor szeretettel várjuk majd a nyíregyházi közönséget, ha éppen a Tirpák Fesztiválon egy kicsit szomorkásabb lenne az idő, de csak lesz. Egy órára. Nem lesz. Hát látva most az előrejelzéseket, persze igen. Nehéz még megjósolni, de úgy tűnik, hogy talán most jól lesz. Egy momentummal kapcsolatban hadd vegyem át a szót, hogy nagyon-nagyon szívesen jönnek testvérvárosi delegáció, partnervárosi kapcsolatok, és az idén is elég szép számmal meglátogatnak bennünket. Itt lesz Beregszász, Bieszkó, Biala, Eperjes, Gorlice, Ivano-Frankivsz, tehát a mostani visszajelzések szerint Nagybánya, Nagykapos, Zsesov, Szatmárnémeti, tehát szép számmal lesznek külföldi delegációk is a idei Tirpák Fesztiválon. Tulajdonképpen haza se
kellett volna nekik menni, itt voltak a futófesztiválon. Igen, nagyon igen, szeretnek igen. ezek szerint Nyíregyházára jönni. Igen, igen. Úgyhogy, összekötik kellemest a hasznossal, egy kis vadaspark nézegetés, egy kis strandolás, de hát ez mind belefér az idejükbe. Most meg megkóstolják az ízeket, plusz még a zenét is meghallgatják. Plusz kilókkal mehetnek haza. Egy kis kulturális feltöltődésre. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Jó időt kívánunk, meg jó munkát majd nektek, hiszen nektek ez köszönjük a lehetőséget. Mi pedig akkor most egy picit visszatekintünk a Vidor Fesztiválra, hiszen Szabó Győző is itt volt Nyíregyházán, vele beszélgettünk.